Egy humoristát, Jimmy Moralest választották elnöknek Guatemalában. Az ország fuldoklik a korrupciótól, de Moralesnek nincs különösebb programja. Ő másban erős, bár sokak szerint másban sem. Jimmy Morales Guatemala új elnöke ilyen tapsot legutóbb, utolsó szezonzáró televíziós showjában kaphatott, most pedig az ország első embereként ünneplik. Morales népszerű humorista volt, tévésztár, sokan csak ennek tulajdonítják győzelmét. Ellenfelei szerint teljesen alkalmatlan a kormányzásra, mindössze 6 oldalas a programja, és nincsenek körülötte szakemberek sem, csak dühös szavazók, akik változást akartak. Guatemala a korrupció mellett óriási államadósággal küzd. Az elmúlt 16 évben ennek összege 386%-kal, 11 milliárd dollárra növekedett. A helyzet kicsit sem vicces, a megoldást mégis egy humoristától várják. Ukrajnában a boxbajnok Vitali Klitschko erejében bíznak. 2014 nyara óta ő Kijev főpolgármestere, és most is nyerésre áll. La princesa de Monaco, Grace Kelly. Az 50-es évek Oscar-díjas dívája Grace Kelly filmcsillagból lett hercegné, mégpedig Monakóban. Személyisége igen, de döntései nem hagytak nagy nyomokat a hercegség történetében. Korábbi filmcsillagból lett amerikai elnök 1981-ben Ronald Reagan, aki fiatalon még westernekben hősködött, ám elnöksége előtt már 15 évvel kormányzóvá választották Kaliforniában. Az osztrák Arnold Schwarzenegger is a filmvászonról érkezett megmentőként, és ő is volt Kalifornia kormányzója, de majdnem 30 milliárd dolláros hiányt hozott össze, így mennie kellett. Juni György, 7.24.